Fel tudod sorolni, hogy mennyi díjat nyertél, és miket? Persze, azért nem olyan nehéz az. Egy éve nyitottatok? Vagy mikor nyitottatok pontosan? Egy éve, pontosan pár napja egy éve. Hát hatalmas a boldogság ilyen téren, mert ugye egy év az nagyon kevés idő. Úgy gondolok az egy évre, mint a tegnap lett volna a nyitás. Ugye nem utolsó sorban a Rádai utcai Kosszesz is ugye szárnyam alá vettem, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy két éttermet menedzselek, és ugye mind a kettő az egész országban a top 10-ben benne van. Hogy bírod? Hát bírom, csak hogy fel se fogom. Tehát, hogy most egyelőre ülepednie kell ennek az egésznek. Nagyon nagy elismerés, nagyon boldog vagyok, nagyon hálás vagyok a csapatomnak. Nélkülük soha nem jött volna ez az egész létre, úgyhogy hát persze meg a vendégeink nélkül, akik bizalmat szavaztak nekünk, és folyamatosan járnak hozzánk. Mi nagyon sokat dolgoztunk előtte is, és mai napig. Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy ez a díj megérkezett hozzánk, elképesztően hálásak vagyunk. Holnaptól nem ülünk le, hogy na megvan már a díj, úgyhogy akkor most már lazítatunk, hanem még keményebben kell dolgozni, hogy jövőre is meglegyen, úgyhogy fontos, hogy meg is tartsuk, ne csak, hogy megszerezzük ezt az elismerést. Ha tetszett ez a videó az idei Dining Guide gáláról, akkor kérlek, iratkozz fel a csatornámra, nyomj egy lájkot, vagy hagyj egy jófej kommentet.